Még Farkas Ferenc polgármester távollétében, de határozatképesen tartotta meg idei negyedik ülését a jászapáti képviselőtestület, melyet ifjabb Pócs János alpolgármester vezetett. A napi rendek sorában az első a két ülés között eltelt események összefoglalása volt. Az alpolgármester napi felosztásban sorolta fel, hogy milyen rendezvényeken, eseményeken, programokon képviselte jászapáti érdekeit, melyekről napi szintű egyeztetés is zajlott Farkas Ferenc polgármesterrel. A két ülés közötti események után a kérdések, bejelentések napirendi pont következett. Örömmel tapasztaltam épp tegnap, hogy amelyet két hónappal ezelőtt felvetettem, a Penny előtt sikerült megoldani a kötelező megállásait jelző vonal felfestését. Remélhetőleg nem történik már kerékpáros és autós baleset ott. És hát majd figyeljünk rá, hogyha ha kopik, akkor pótoljuk mindenképpen, de a saját szememmel láttam a festészetet. Birkás Ferenc képviselő két további kérdésében az önkormányzat épülete melletti gesztenyefák pótlásáról és a városi szökőkút beindításáról érdeklődött. Parkban lévő szökőkutat úgy tudom, hogy jövő héten fogják beüzemelni, úgyhogy ez is meg fog oldódni. A gesztenyefákat azért vágtuk ki, mert gyakran károkat okozott az alattuk parkoló kocsikban, ahogy lehullottak a gesztenyék. Ezeket a fákat pótolni fogjuk, csak olyan fákkal, amik nem veszélyeztetik a járműveket. Az ülés folytatásában többek között bizottsági támogatással és ellenvélemény nélkül fogadták el jászapáti város költségvetésének 2021-es évi zárszámadását. Megszavazták a település 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátását és gyermekvédelmi koncepcióját, illetve az ESZI szakmai programjának módosításait, valamint a Gazdaságfejlesztő Kft. 2021 évi beszámolóját is. A soros ülés folytatásában számos TOP plusz pályázati napirenddel kapcsolatban született döntés. A teljesség igénye nélkül ilyen volt a belterületi, illetve később a helyi külterületi utak fejlesztésével kapcsolatos szerződéskötés, a szociális célú városrehabilitációs pályázat tervezési feladatainak ellátása, valamint a közvilágítás korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló előterjesztés, melyben név szerinti szavazással döntöttek annak elfogadásáról.